Szávaszt, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, reggelen, délutánon, hogy látjátok, mi beöltöztünk. Komolyan mondom ma, hogy 35 fok, rettentően meleg van kint. Én felhúztam egy ilyen vizes ruhát, meg egy ilyen vizes pólót, meg egy nadrágot. Azért öltöztünk be, ugyanis megyünk nem máshol, mint jetskizni. Ma nem más fogunk csinálni, ugyanis többen kérdeztétek, hol van a jetski, meg van még a jetski, meg van a jetski. Ott van a vizen, ahogy láttátok, hogyha láttátok. A Lucas-szel ketten egykerekezni fogunk. Ugyanis ez olyan jetski, amivel lehet egykerekezni, hogyha lenne rajta kerék. Vagy lehetne egykerekezni, de mivel nincsen rajta kerék, ezért csak így feláll a vízre, és úgy néz ki, mintha egykerekezni a kerék nélkül. Ilyen trükköket lehet vele ugye csinálni. Ez a Sea-Doo, ez a trickses jetski, ami így feláll, meg leáll, meg mindenfelé, és a Lucas rettentően szeret vele trükköket csinálni. Mármint úgy, hogy rajta ül ő is, meg én is, és szeret beleesni a vízbe. Ugye? Mégis a vízbe szeretsz beleesni. Úgyhogy kimegyünk és lehűtjük magunkat egy picikét. Ugyanis rettenetesen meleg van, ahogy mondtam, nem másért jöttünk, mint benzinért. Napszöveget elfelejtettük. Azt kell vinni magammal, inni, ami van, és készülődünk, aztán megyünk, és beleesünk a vízbe. Okay. Bezárjuk a ajtót, vagy a kaput, aztán megyünk. Amúgy a füvet látod, ilyen szépen levágtam, az új szegény nyíró volt oldalt. Ja, tudom, de a szegény mondom. Nem fog menni a lábadba, az utánfutót idehoztam hátulra. Én azt tudom, azért ne próbáljál mindenbe belelépni. Majd kell venni egy ilyen cipőt neked is. Aztán le kell fújni még a gasztit oldalt, és rettentő sok gaz van. Múltkor kihúzogattam, de sokat esett az eső. Itt ez a csónakunk, ez az ausztrálos csónak, amit még mindig nem használtunk. Ugye ez jött a hajóval. Na, kulcsot hova? Visszaerre betesszük. Megtöltjük benzinnel. És elindulunk! Otthon hagytam a telefont, úgyhogy Lucas gyorsan hazamegy érted. Tudom, na, siess! Siessél! Amúgy itt lakunk a túloldalt, csak körbe kellett jönni a vízen, és ha itt átfot, átnézsz az utca túloldalára, ott van körülbelül pont szembe a ház. Úgyhogy mondtam Lucasnek, hogy siessen. Amúgy elég jó fönt van a víz, az szerencsét tiszta, ilyen sziklás, meg köves ez az egész rész. Mi van? Hol van? Ott a számítógépen mellett. Az asztalon, a piros tokba. Menjél gyorsan! Itt hagynám a Lucas-t, csak az a baj, hogy egy kicsit ilyen csúszkálós ez az egész, és nem fogja tudni is fogni a jetskit. Hát, ha belecsúszik a jetskit, meg elmegy, aztán be kell érte úsznom, úgyhogy azért inkább a Lucas megy elérte. Elég kihozta a víz azt a sok koszt, látod? Te, rettentően csúszik itt. Ne lépjél bele abba a kavicsos szébe. Na, add a telefont, gyorsan eltokjuk a jetskit, aztán menjünk tovább. Lassan, nehogy beleessél. Várjál, álljál meg, addig belerakom a telefont, aztán utána téged. Megállni a szokásos helyünkön, de rettentő sokan voltak, ugyanúgy? Hol vagy? Meghagy? Úgyhogy döntöttünk, hogy kijövünk erre a részre, egy kicsit itt mélyebb a víz, nem annyira mély, de mélyebb. Ott van a fő csatorna, ott mennek a hajók, tehát itt biztonságban vagyunk, hogyha véletlenül beleesünk ugye a vízbe. Helyet cserélünk és mutatom. A jetskin, várjál, töröm a kamerát, a jetskin van egy ilyen gomb, hogyha ezt megnyomom felfelé, akkor a hátulján lefelé fogja fújni a vizet, ugyanis a jetski az úgy működik, ugye, mert ilyen jet motor van benne, ezért a jetski, hogyha kiállok a végére, akkor egy kerékre áll. Tehát ezzel tudunk most megint megpróbálkozni, általában beleesünk a vízbe, ami nem baj, ilyen időben, mert rettentő meleg van. Olyankor baj, hogy nagyon fúj a szél és kicsit hideg van, de van rettentő jó idő van. Úgyhogy ezzel fogunk megpróbálkozni, a Lucas előre akarsz fújni, vagy hátulra? Hátulra.
előre. Akkor várjál, felállítjuk előre. Okay. Yes, nem van belesünk. Belássuk. A Lucas kapaszkodik átlába elől. Próbálom filmezni, hogy mennyire fog sikerülni, nem tudom. És a jetski nem lehet látni, hogy hegykerékre áll. Mutatom, be van állítva minden. Odahúzom neki a gázt, kiálltam ide. Jaj, mit csinálsz? Kiálltam a végére, látod ide? Ott a lábam, nem tudom mennyire látni, meg nem. Tehát most meghúzom neki, olyan, mint a motor végül is. Hátra ülsz neki, az fújja, milyen motorod van, meg mennyiben az erő. De megkapod, odalépsz neki, vagy odahúzod neki, megkapod és... Jaj! Hegykerékre áll. Miért? Elengedtem a kormányt, nem tudom, látod. Oda néz, felment a jetski vízzel. Na kapaszkodják, kiburítjuk belőle. Fölünk körbe-körbe, out! Bocsit! Bocsit! Ilyen kör, megpróbálom megint megtartani. A víz mutatom ilyen mély, belerakom a kamerát és megnézzük, hogy mit lehet majd látni. Én látom az alját, ott van valami a víz alatt. Látod, van a víz alatt? Mi? Valami cső, vagy mi az? Mutat- amit lehetett látni, meg mit nem, de ott valami van a víz alatt. Lehet, hogy egy arany... Le kéne bukni, szerintem itt olyan... Nem, olyan 3 méter lehet talán, 4, olyan csalóka, mert látom az alját, de elég mélynek néz ki. Na, figyelj! Nem, én nem akarok figyelni. Tovább! We need to be somewhere less Megvagy? Én is meg vagyok, csak a vízbe. Nem menjünk sehova. Múltkor, hogy lezárták, képzeld itt ezt a részt, mert cápa volt itt. Pont aznap nem jöttünk ki. Nem, be volt a hírekbe pár napja. Szia! Figyelj, mit akarsz? Törökjünk, vagy egy kerékre álljunk? Csak csinálunk egyet! Egyet, figyelj, egy kerékre. Hol vagyunk? Hol a cipő? Nem ment a cipő? Na lássam a vízbe, jön a cápa! Ne menjél el már olyan messzire, nincs még a cipő! Elveszett a cipő! Hol van? Ez az én cipő! Hú! Hello! Rájuk sehol se a cipőt! De a vizes üveg! Hol a vizes üveg? Nem ment a vizes üveg? Elvesztettük a vizes üveget is. Amúgy oda nézni, ott valakit húznak az eltűnyével, két lányt. Látod? Lukasz, elvette a vizes üvegünk. Hova hagytuk el? Ki látja? Ott a vizes üveg, megvan. Ott, látod? Ott. Ki látja? A cipő, az nem a cipő, ez a vizes üveg. Figyelj! Itt van a vizes üveg. Ott. Na, mindjárt bevesszük, várjál. Megvagy? Mi történt? Kiestél! Az a fogasztó, amit...
nagyon ismerem. Meg vagy? Nem! Nem jaj, jó belásni a vízbe. Nem jó! Na, jó, menj, mász a jetskire. Jó, de nem jó. Mi nem jó? Mi? Már én mászok el, és tartsd a kamerát, aztán behűzök. Erre! Add a kezed! Add a kezed! Gyere! Megmentünk! Én azt hiszem, azt amennyien vannak, nem tudom a kamerán mennyire lehet látni, de rettentő sok ember van mindenfelé. Mi is megállunk, aztán iszunk egyet, itt nagyon ilyen alacsony a víz, csak próbálok valahol kikötni. Mondjuk a jetsznek ugye nem olyan mély az alja, tehát bárhol meg tudok állni, csak nem jó, hogyha felszívja ugye a homokot. Várjál, talán azon a részen, ott egy kicsit, na hát ott vannak a lányok, ott pancsolnak, meg a gyerekek is, meg a felnőttek, na várjál, ide kiugrunk én azt hiszem. Na, megállunk. Figyelj, hoppá! Na, leszállod, mert eddig ér a vízbe. A térdemig. Mi van? Kifáradtál vagy? Mi van? Lába. Milyen a lábad? Beverted? Júj! Ez a jetskizés, ez jó dolog. Csak az a baj, hogy ha néha belesel a vízbe, akkor mindig beleütöd a lábodat, a kezedet. Mindig össze-vissza vered magad, de abban a pillanatban nem érdekel, mert rettentően élvezed, csak utána, amikor megállsz, és akkor kezd itt ott fájni. Hol? Mi hol? Megyünk? Nem megyünk sehová, itt megállunk. Ja, itt megállunk a víz közepén, aztán iszunk ennyi. Tessék, itt a vizet. Itt nagyon pici a víz. Rettentő sok ember van mindenhol. Télen ez... vannak emberek, de nem ilyen sokan. Én is elveszem a vízemet, a kólámat, és én azt hoztam, mert csak azt ér ide bele az ülés alá, aztán elindulunk hozzafelé, és megebédelünk. Hozzáértünk, ahogy látjátok, megzuhanyoztam magamat. Kicsit felfrissültünk, azt nem mutatom. Kiállítottuk a jetskit, és nem tudom, ki emlékszik, vagy ki nem, de még valaki megkérdezi, a nagy fehér hajó elment. Látod? Hogy hova ment? Szerbusz, milyen helyzet? Felébredt közben a Davis is. Ja, a Spider-Man-nek a kesztyűje. Te vagy a Spider-Man, mi? Musz! Hogy hova ment az a nagy hajó, nem tudom. Lehet, hogy... Na, ilyenkor mindig a Davis akar beszélni. Te is vlogolni fogsz? Hm? Kicsit nagyobb leszel, meg tudsz rendesen beszélni. Te is csinálsz ilyen vlogos videókat? Ja, Balta, de... A legtöbbet még én sem értem, ugyanis ilyenkor, mikor megy a kamera, általában nem angolul beszél, ugyanis rendesen beszél angolul. Tehát úgy beszél rendesen angolul, hogy meg lehet érteni. Aki mindig vele van, az megérti, hogy mit akar mondani, tehát angolul beszél. De ilyenkor szerintem magyarul próbál beszélni, mert azt hiszi, hogy én is ilyen zogyvául beszélek. Azt hiszi, hogy ez nem tudom, hogy milyen nyelv, vagy nem tudom, bár a szüleimet megérti. Tehát nem minden magyar, ugye, mert a szüleim csak magyarul beszélnek vele, de sok mindent azért megért. Amikor ilyenkor én beszélek, lehet, hogy azért, mert gyorsan beszélek, és egyáltalán nem érti, hogy mit mondok. Ugye? És lehet, hogy azt hiszi, hogy ilyen zogyvaságokat beszélek. Ilyen blablabla. Mit? Sávra, ja, de én normálisan beszélek, ez a magyar nyelv, hallod? Ja, te is meg fogsz tanulni rendesen magyarul? Na mindegy, ő neki egyelőre ez a magyar nyelv, amit nem ért, meg én sem értem, hogy mit mond. Mit? Ja, szép a kesztyűt, szép. Csak ilyenkor úgy néz ki, hogy a Davis egyáltalán nem beszél még semmilyen nyelven. Amúgy rendesen beszél angolul, mármint olyan rendesen, hogy azért beszél, de nem... Egy két éveshez viszonyítva rendesen beszél angolul. De magyarul érti, ahogy mondtam, érti. Mit? Ja. Meg tudja mondani, hogy hello, szia, szevasz, mikor akarja. És nem a kamerán, ugye? Mondjad, hogy hello. Say hello. Szia. Szevasz.
Szevasz! Szevasz! Ja, szevasz! Szevasz! Kisz, kisz! Na mindegy, a hajó elment, azt akartam mondani, valószínű, hogy vagy kivitték egy pár napra, vagy egy hét, ugye elmentek fel, amit nem hiszek. Lehet, hogy eladták, amit én nem hiszek. Szerintem elvitték, és ugye ki kell venni a vízből ezeket a hajókat. Attól függ, ugye, hogy mikor meg hogyan, de minimum két évente. És az olyát le kell, le kell festeni, ugye, hogy ezek a sok algák nem menjenek rá, meg ezek a, nem tudom, hogy hívják őket magyarul. Ne menjenek rá a hajónak az olyára, le kell ugye tisztítani, le kell festeni. Mit? Ja, jó. Na beszélj te, mondjad, mit akarsz mondani? Lehet, hogy jobban érdekel mindenkit, amit te akarsz mondani, mint amit én mondok. Ja, az a kocsid. A bevásárló kocsid. Álló. Ja. Na, mindegy, úgyhogy ezt a mai videót én most legalább befejezem lassan. Ugyanis túl hosszúra nem szeretném ezeket a videókat, a másik újévi fogalmam, hogy a videókat szeretném egy kicsit nem olyan túl hosszúra csinálni, hogy legyek túl unalmasak, ugyanis régebben szoktak lenni ilyen 25-28 perces videók is. A mostanikat szeretném ilyen 15 percig tartani. Mi van? Elástél New Smooth? Jól vagy? Gyere! Ó, te New Smooth! Nyuszi-puszi. Úgyhogy, mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!